Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Azt gondolom, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy egy ilyen vizes világbajnokság után úszásról fogunk beszélgetni Hargitay Andrással. Sokkal inkább meglepő az apropó, meg az egész szituáció. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy eljött. Az ókori Görögországban volt az bevett szokás, hogy háborúzhatott bárki bárkivel. Az olimpiai játékok idejére felfüggesztették az öldöklést, és mindenki csak sportolt. Hát nagyjából hasonló a helyzet, azt gondolom, az úszósportban Magyarországon. A VB alatt tűzszünet volt, legalábbis amennyire ezt a médiában lehetett követni. Ahogy vége lett, viszont egyből előkerültek megint a fegyverek, és mindenki lő mindenkire. Ezért ez az ókori Görögországban így volt, de az újkori olimpiákban már nem gondolkodjunk. Csak a 1972 Amerika éppen harcban állt Vietnámba, tehát nem is azt mondtam, az ókori görögök még így gondolkodtak. És azért szerencsére nálunk is legalább a VB alatt nyugi volt. Na de most megint áll a bál, lemondott 6 elnökségi tag. A VB előttem volt már nyugi. Igen, előtte, hát minden tehát volt gyakorlatilag a szinte az újraválasztás január-február környékén már ott felvetődtek bizonyos kérdések. Március-áprilisra egyértelműen, és akkor volt egy olyan konszenzus, hogy addig, ameddig most már nem zajlódik le a világbajnokság, addig most már ne feszegessünk bizonyos dolgokat, menjen le. Nem jó dolog az senkinek sem, hogyha egyrészt időt is kapnak, másrészt pedig a versenyzők is, edzők is, és a közhangulat is. Szóval készüljünk a VB-re. Most nyilván, hogy vége volt a VB-nek, hát akkor, tehát akkor elkezd, az egy új fejezet. Igen, ezt látjuk. És lemondtak hát nyilván, az elnökségi tagok, most mi következik? Van forgatókönyv, vagy mindenki sodródik az ára? Én a szabályokat annyira nem ismerem, de azt tudom, hogy hát nyilvánvaló, hogy új elnökségnek kell, hogy felálljon, közgyűlést kell összehívni, az 15 és 30 napon belül. Tehát egy közgyűlésnek kell majd döntsön arról, hogy ki legyen az új, vagy mi legyen az új felállás. Minden sportágnak, minden szövetségnek kell, hogy legyen elnök, alelnök, szakmai elnök, főtitkár, tehát és az elnökség. Mivel vívta ki Bínen Rusztán ennyire az úszótársadalom haragját? Mert hát nem tudom, hogy a magyar sport történetében ilyen gyorsan, ilyen viharosan pucsoltak-e már meg elnököt? Én azt gondolom, hogy ebben nem én vagyok az autentikus. Én januárig találkoztam vele. Egy elnökségi ülést volt alkalmam végigülni. Akkor én egy kicsit úgy elgondolkoztam, hogyha Gyárfás Tamás autokrata vezetőnek mondták, akkor itt azért ez is sokkal komolyabb problémák lesznek, mert mindent, azt éreztem, hogy mindent a saját hatáskörében akart akkor vonni. Utána én már gyakorlatilag nem találkoztam vele. De gondolom azért információi. De információk voltak. Hát egyszerűen annyi történt, hogy tehát ígérgetések voltak, nagy szövegek voltak, és ennek gyakorlatilag vagy már akkor sem volt tartalma, de azután meg biztos nem lett. Egy dolgot hagy emeljek egyértelműen ki, hogy akkor azon az elnökségi ülésen, amikor én azon még részt vettem, akkor a szóba került egy bizonyos orvosi bizottságnak a létrehozása, ami nagyon fontos lett volna már akkor, és hát erről egyetértését biztosította, mert ezek után én többször kérdeztem az illetékeseket, azt mondták, hogy nem tudták telefonon elérni, de még ez csak hagyd, még vissza se hívta őket. Most már azért eltelt már most már 7 hónap. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem, hogy mondjam, tehát ez nem volt szokás régebben. Egymás között még lehet, hogy viták voltak, akár veszekedések is, de az, hogy mondjuk egy órán belül, egy napon belül ne hívjuk vissza a másikat, akkor azért az nem jó. Igen, hát ugye most is hasonló problémák vannak, mert itt azért zajlik az élet rendesen, és az elnök úr most kint van Moszkvában, ugyebár ott éppen verseny zajlik, és hát nem reagált még egyelőre ezekre az itthoni történésekre. Sokan ezt is nehezményezik. Hát talán azt mondom, hogy tegnap vagy tegnap előtt volt egy elnökségi ülés. Én úgy vagyok informálva, egyrészt hivatalosan, tehát a sajtóból az jött le, hogy az elnökség egyértelműen kiállt az elnök mellett, majd ezek után több információ az volt, hogy ez nem történt meg. Tehát olyan dolgokról volt ott elméletek szó, ami effektív nem volt, viszont a jegyzőkönyvben benne van, és nem álltak ki mellette. Tehát ez egy ilyen furcsa dolog. Emlékszem, hogy annak idején, amikor mi még erről beszéltünk a Bínen Rusztával, én azt mondtam, hogy neki nagyon könnyű helyzete van, mert ő Gyárfás Tamás nem ütötte ki a helyéből. Gyárfás Tamás lemondott, ő megjött helyébe.
Tehát, hogy működjön vele együtt. Őnek a Gyárfás Tamásnak óriási 23 éves tapasztalata, nemzetközi ismerete van. Tehát neki más nem is kell csinálni, csak közösen együtt egy hatalmas lehetőséget kap. Nem ez történt, hanem mindig vele szembe határozta meg magát, ami azért volt szerencsétlen, mert valaki, hogyha 23 éven keresztül elnök, akkor az a szemben nem lehet. Azért kérném, hogy mondjon egy-két példát, nyilván sokra nincs időnk, mert azért a néző kívülálló számára az jött le, hogy itt rendeztünk egy gigasikeres világbajnokságot, aminek az úszás mondjuk ugye nagyon nagy mértékben részese volt, jók az eredmények, jó volt a szervezés, jó volt az aréna. Mi a probléma? Hát, hogy ennek igazából az úszószövetségnek gyakorlatilag semmi köze nem volt. Akkor mi az, amit rosszul csinál az úszószövetség, amit nagyon máshogy kéne csinálni? Az úszószövetségnek korábban volt ehhez köze, az úszószövetségnek a korábbi vezetésének volt ehhez köze. Rengeteget dolgozott azon egyrészt, hogy megkapja ezt a világbajnokságot, majd az aztán úgy álljon föl, és épp mai nap még gondolkoztam azon, hogy gyakorlatilag januárban már majdnem a szobabeosztásunk megvolt, tehát minden megvolt. Ami az új elnökséget illeti, hát nyilván nekik is voltak feladatait, csak jóval kevesebben. Nem tartom szerencsésnek azt, hogy azt az év tizedek óta kialakult rendszert és megszerzett pozíciókat, amiket a FINA-ban és különböző nemzetközi helyzetben megkaptunk, hogy ezeket visszamondja, vagy már csak azért, mert valamikor Gyárfás embere volt, mondjuk adott esetben Csurka Gergő, akkor itt nem is jelöljük. Ezek nem jó dolgok. Nem jó dolognak tartom azt, hogy vagy tartottam azt, hogy volt a jövő bajnokai program, amivel lehetett vitatkozni, hogy még mit kellett volna betenni vagy kivenni, de azt, hogy lelassítani, esetlegesen megállítani, ez nem egy jó dolog. Holott az elmúlt években, ha csak más nem veszem, csak az a késő olyan, aki most szenzációsan szerepelt ezen a világbajnokságon, ő pont a jövő bajnokai programból indult ki. Tehát ezek szerintem nem voltak jó dolgok, de most ez igazából nem is rajtam volt, tehát én január óta gyakorlatilag nem vagyok benne a Magyar Úszószövetségben és a magyar úszósport életében. Tehát, de akik viszont benne vannak, azok meg érzik ezt magukon. Gondolom, hogy mindenkinek vannak gondolatai, elképzelései a jövőről. Ön például tud elnöki jelöltről, akit pajzsra lehet, vagy az ellenség pajzsra kíván emelni? Hát, ez nehéz. Vagy akkor úgy kérdezem, hogy ha esetleg önhöz érkezne ilyen megkeresés, akkor érkezett-e, akkor kezdjük érkezett. Így. Tehát érkezett, hát most nem. Mi volt a válasz? Vagy mi a válasz? Nagyon, ez egy borzasztó összetett dolog. Most mindenki meg akarja ragadni. Magyar Úszószövetség elnökének sokféleképpen lehet lenni. Egy dolog azt gondolom, hogy vitán kívül áll, hogy ehhez Hosszú Katinkának, vagy az ő férjének is azért véleményt kell alkotni. Tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy akárki is lesz az elnök, hogy ő velük szemben van, tehát csak az lehet, hogy velük együtt lehet csinálni. Ezzel az ebből a szempontból... Ön milyen kapcsolatot ápol? Én? Katinkáékkal? Igen, és Katinkáékkal. Hát semmilyet, mondjuk úgy, hogy semmilyet. Decemberben volt talán utolsó találkozó. Annyit hagyj áruljak el, hogy ma én írtam Katinkának egy SMS-t, próbáltam őt fölhívni, de most ő kint van Moszkvában versenyez, tehát nem tudtunk beszélgetni. Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés. Tehát Hosszú Katinka az elmúlt években olyan befolyásra tettek szert, nem csak a Magyar Úszószövetségben, hanem máshol is, aminek azt gondolom, hogy ők megkerülhetetlenek ebben a kérdésben. Ez most egy kicsit olyan, hogy nem lehet a Barcelona edzője olyas valaki, aki Lionel Messivel rosszban van. Nem lehet olyas valaki az úszószövetség elnöke. Hát ha minden igaz, és hát állítólag igaz, hogy Katinka a Gyárfás Tamás fejét kérte a olimpia után, és akkor Tamásnak előbb-utóbb aztán menni is kellett. Tehát ez nyilvánvaló, hogy az ő együttműködésük nélkül ez nem fog sikerülni, akár a jó elnökségnek, a jó elnöknek a megválasztása is. De ez nem azt jelenti, hogy nekik kizárólagos szerepük van, hiszen azért ez nem feltétlenül így van, de azért jelentős az ő szerepük. Akkor úgy kérdezem, hogy tud arról, hogy Katinkáéknak volna potenciális jelöltjük erre a posztra? Nem, nekik nem is volt, meg akkor se volt. Tehát amikor Gyárfás Tamást... Akkor olyas valaki, akinek a személye nekik megfelel. Most nem tudom, hogy fogalmazzak nagyon nem tudok róla. Diplomatikusan. Mert ha jól értem, amit mond, ezek szerint ezen fog múlni, hogy ki lesz az új elnök. Szerintem vagy igen. Nagy részben ezen legalábbis. Szerintem igen. Hát ne felejtsük el, hogy a vége volt vasárnap a küzdelmeknek, és ők hétfőn elutaztak. Igen. Tehát még abban se... Na, tudják ők, hogy mi történt.
Na-na. Hát nyilvánvaló, hogy tudják, de ezzel kapcsolatban semmilyen visszajelzést tőlük nem érkezett, egyébként nem is szokott. Uh-huh. Tehát ők azért általában megnyilatkozni szoktak, már olyan szempontból, hogy vagy a Facebookon, vagy különböző helyeken megjelentetnek valamit, már Katinka az elmúlt időben nem is úgy effektív nem nyilatkozott, ilyenekről nem is feltétlenül jó, hogyha ő mond valamit, de az véleményét el szoktam mondani, most még nem jelent ilyen. Azt gondolom, hogy ők is átértékelik az egészet, végül is, hát ez annyira hirtelen jött egy csomó minden, hogy ma most lemond 4, vagy 50, hány, 6. Ráadásul köztül az egyik Dams Temese, aki most lett megválasztva, ez egy furcsa. Igen. Tehát, hogy ezért úgy gyorsan jönnek ezek a kérdések. Azért azt is hozzáteszem, hogy persze nagyon fontos dolog, hogy ki a magyar úszósport elnöke, meg az elnökség, meg a stb. De azért a legfontosabb az, hogy ki az edző, és ki a versenyző, és hogy hanyadik lesz. Igen. Tehát jelen pillanatban az ő szereplésüket ez nem fogja befolyásolni, a későbbiek során persze igen, de azért a legfontosabb mégiscsak az, hogy egy rendkívül sikeres világbajnokságot rendezett Magyarország, amire azt gondolom, hogy mindenki büszke lehet, és az, hogy a későbbiek során már megvannak azok a versenyek, amiket szintén majd rendezni fogunk, hogy ehhez majd úgy fogunk tudni odaállni, hogy ott megint csak győzni lehessen azoknak a versenyzőknek, ehhez kell egy olyan nyugodt körülmény a Magyar Úszószövetségben, ami előbb-utóbb meg lesz. Hát igen, kicsit szomorú is vagyok, meg furcsán is érzem magam, hogy egy ilyen VB után nem arról beszélgettünk, hogy Katinka és Cselaci és Kapás Bogi és Milák Kristóf. Hát beszélgettünk volna arról igen, is. Csak akkor, igen, akkor még egy műsor. Én még úgy jöttem be, hogy arról beszélünk. Igen, de azóta valóban az élet egy kicsit átszerkesztette ezt a műsort. Úgyhogy köszönöm, hogy eljött, várjuk a fejleményeket, és fogunk még úszásról is köszönöm beszélgetni ebben a műsorban. Köszönöm szépen.